Jó estét kívánok! Hát úgy néz ki, hogy a 2015-ös újraindulás óta ez a mostani Tour de Hongrie igényli a legösszetettebb feladatot a szervezők részéről, de úgy néz ki, hogy sikerül, és a holnapi nap folyamán immáron 41. alkalommal fog elrajtolni a Tour de Hongrie mezőnye, ráadásul Esztergomból egészen impozáns helyszínről. Ezután 5 napot, illetőleg 826 kilométert fognak megtenni a kerékpárosok, és fognak eljutni egészen Kékestetőig, ahol minden valószínűség szerint el fog dőlni az, hogy kié lesz az összetett győzelem sorsa, azaz kin fog feszülni a sárga trikó. Viszont mielőtt a főszereplőkkel megismerkednénk, köszönteném köreinkben vendégeinket, Mencer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár urat, Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos urat, Kovács György Zsolt urat, az EMMI sportkapcsolatokért felelős osztályvezetőjét, Karácsony Gergely urat, Budapest főpolgármesterét, Eisenkrammer Károly urat, a Tour de Hongrie főszervezőjét, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség képviselőit, partnereinket, támogatóinkat, a kerékpársportban szárnyaikat bontogató, köreinkben lévő gyermekeket, illetőleg a szurkolókat, továbbá az M4 Sport Online nézőit. Felvezetésként pedig tekintsünk meg egy 2019-es összefoglaló videót, amiben tényleg hatalmas magyar sikereknek örvendhettünk. Hát egy ilyen elképesztően izgalmas 2019-es verseny után nehéz elképzelni, hogy mire számíthatunk idén. Hát ha ezt nem is fogom megtudni Eisenkrammer Károlytól, a főszervezőtől, de az biztos, hogy megtudom egészen pontosan, hogy mégis milyen szervezési nehézségek beütközött a Tour de Hongrie idén, hiszen már egyszer talán készre szerveztétek ezt májusra, aztán jött egy nagyon csúfondáros vírus, ami keresztül húzta a számításokat. Mennyit kellett ezzel dolgozni utána? Hát igen, egy olyan évben vagyunk félig túl, hiszen rajt előtt végigmondhatni szervezésnek egy része lezárul, amikor kétszer szerveztünk még egy versenyt, és még egy métert nem tettek meg a bringások ezen a pályán, de talán holnap már ezt meg fogják ők is tenni. Emberfeletti erő volt az első szervezés is, hiszen amire készültünk, az a valaha volt a nagyobb kerékpárverseny Magyarországon, a Giroban párban, májusban. És utána nagyon-nagyon nehéz volt felállni a padlóról, vagy a padló alól a kollégákkal, hiszen azért ilyen munka után az üresben nézni, most mi lesz, a bizonytalanság az a legnehezebb, azt gondolom mindannyiunk számára, és ezt mindannyian éljük meg a mindnapon a munkánkban, a munkánk során, bárki is bármit is tesz, de talán a rendezvényszervezőknek azt mondom, hogy extra nehéz az életük, mert nem tudni, mit hoz a holnap. Ugye, aki nézi a híreket, az olvashatta az előtt néhány percén meg a hír, hogy talán egy Tour de Hongrie egy héttel később nem tudnám megszervezni, hiszen a határokat lezárjuk szeptember 1-től. Egészen hátborzongató ezt tudni, hogy mind múlhat egy ilyen eseménynek a sikere. Én hálás vagyok a kollégáimnak, a partnereinknek, a szponzorainknak, és hadd emeljem itt ki a rendőrséget és a Magyar Közutat, akik rengeteget dolgoztak az elmúlt hónapokban a barátaimmal, a kollégáimmal azon, hogy most itt lehetünk. És nagyon köszönöm mindenkinek, aki biztat minket a kamerák mögött is, és a támogatóinknak, hogy itt lehetek.
És most ez a Covid helyzet, ez mennyire nehezíti meg a nézők befogadását? Lesz-e valami különös intézkedés ezzel kapcsolatosan? Hát amit most látsz rajtam, hogy nincs rajtam maszt is rajtad sem, ez csak az átmeneti pillanat, szabadtéri esemény, vagyunk, tudunk így beszélni, de amint versenyzők közelítenek, mindenki fölrántja magára a maszkot, és egész héten ez lesz, hogy a versenyzők közelében csak maszkkal vagy Covid-tesztekkel ellátott kollégáknak lehet együtt dolgoznia. Azért ez hátborzongató, szörnyű dolog, hogy erről kell beszélnünk, és nem csak a verseny esélyeiről. Nagyon-nagyon nehéz volt eljuttatni Magyarország egyetlen a csapatokat. Van olyan versenybíró, akit másodszor ütöttünk fel repülőgépre az elmúlt két nap során, mert nem hozta az első gép Németországon keresztül Ukrajnából. Iszonyú nehézségekkel nézünk szembe, úgyhogy egyébként sem könnyű egy ilyen versenyt megszervezni. Hát jó van, bármint, hogy nincs jól, de hát sajnos ez van. Most még tekintsünk egy kicsit előre, hiszen jön 5 szakasz, és akkor lesz egy útvonalunk, amit viszont szerintem te a legjobban ismersz így kettőnk közül minimum, de talán az összes jelenlévő közül. Mesélj nekünk róla egy kicsit. Ugye volt egy útvonal tervünk tavasszal, májusban, és ezt egy picit őszre módosítottuk. Nem tudunk indulni az útvonal videó, és akkor láthatják itt a nézők is ezt az útvonalat. Talán betöltik a kollégák. Szerintem már is. Jó, és az animáció. És itt a kalkul a zene, akkor tudom is mondani. Szóval Esztergomban fog kezdődni a verseny, 3 kört fog megtenni a mezőny esztergomi rajtal és céljal a Pirisben. Két bifanyerekhez fognak föltekerni a fiúk 3-szor. Aztán a mezőny átautózik az országon, Kelet-Magyarországra, Debrecenből fog indulni egy szakasz Hajdúszoboszlóra, egy teljesen sík szakasz lesz majd valószínűleg sprintbefutóval, hogy a következő is, hiszen a Karcag és Nyíregyháza közötti 181 néhány kilométer is teljesen sík etapot fog vezetni, és a leghosszabb befutó egyenese lesz Nyíregyházán majd. Fölmegyünk még éjszakabbra, és Sárospatakról indul a rajt, és érkezünk be Kazincbarcikára egyszer, kétszer és harmadszor is. Egy hegyi körpálya lesz majd Kazincbarcika fölött a Bükkben, majd kezdődik a királyetap Miskolci és Kékestető között, ott is lesz egy kis köröcske, 80 km a Mátrában, át a Bükkön, kétszer föl Mátraházára, egyszer Kékestetőre. Azt gondolom, hogy a 3500 méter szint különbségével az utolsó szakasz lesz messze a legnehezebb a magyar körverseny során. Igen, ha már az útvonalról beszéltünk, még gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy neked most az idei mezőnyről mi a véleményed? Egyáltalán mondjuk a laikusok számára, hogyha így beszéltünk erről, hogy fog-e mondjuk esetleg az átlagsebesség nőni tavaly óta, mert hiszen nagyon komoly csapatok jöttek el? Szerintem az átlagsebességre nincs hatással a mezőny összetétele, mert nem, ez nem az átlagsebesség, hanem a verseny aktuális állapota egy-egy szituációban, hogy hogyan reagál a mezőny. Ez a mezőny, amikor bármikor tud menni 50-60-nal, ha akar. Ha nem akar, akkor nem, de ha kell, fognak tudni menni. És én azt gondolom, hogy amikor kell, akkor fognak menni. Tehát borzasztó nehéz lesz itt érvényesülni azoknak, akik korábban a versenyen jól szerepeltek. Ebben a mezőnyben nagyon kemény kihívás lesz. Szerencsére van néhány olyan tehetséges magyar versenyzők, hogy fogunk majd itt ma este látni, akik fölveszik a harcot ezekkel a világsztárokkal, sőt mondhatni, hogy már ők a világsztárok. Na hát ez nagyon szép végszó volt, de a korábbiakban már említetted, ugye, hogy kiknek tartozol hálával, hogy tartozik egyáltalán a Tour de Hongrie hálával. Ugye támogatók nélkül természetesen lehetetlen lenne megvalósítani. Mesélj már nekem, légy szíves, egy pár gondolatot arról, hogy kiknek köszönhetjük azt, hogy a Tour de Hongrie megvalósult. Itt azért el kell mondanom azt is, hogy az elmúlt egy év nem csak a rendezvényszervezők helyettét, hanem minden cégét megnézítette, akik a támogatói körünkben vannak, hiszen leállt az idegenforgalom, leálltak a autóbérlések, leálltak a cipővásárlások, és nagyon sok minden leállt, és ez bizony nagyon komoly kihatáson a szponzorációra, és sok-sok cég meg is szüntette a szponzorációját, így különösen nagyon-nagyon hálásunk vagyunk azoknak a partnereknek, akik mellettünk maradtak, és akár erőjükön felül is tudnak a Tour de Hongrie mellé állni, pénzügyileg, Bartel együttműködése, vagy bármi olyan mással, ami nekünk számunkra érték. Itt fel is sorolnám, kik ezek a cégek. Ugye az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság, mint állami kiemelt partnerünk, a Cofidis, a Skoda és a Europcar, a Magyar Közút, akik rengeteget dolgoztak az elmúlt időszakban, az NTT, akit korábban Dimension Data-ként ismertünk, csak idén nevet váltottak, a Kométa, a Telenor, az 575 sportruházati gyártócég, a Primavera és építőipari cégek, mint a Mapei,
is mellettünk álltak, és a Skoda van még mellettünk. Bocsánat, a Shimano van még a verseny mögött. És közülük is kiemelkedik néhány támogató, akik a mezekre kerültek, a MESZ szponzoraink, és szeretném őket bemutatni, hiszen a MESZ szponzorok nem csak a szponzor neve miatt, hanem a versenyben betöltött speciális helyzetémet is igen fontosak, hiszen minden kerékpárversenyen kiemelten kezelünk 4 vagy 5, általában 4 versenyzőt, akikre a versenyen kiemelt ruhát, MESZ-t húzunk. A Tour de France ugye a sárga trikóhoz szoktak hozzá a versenyzők, itt van nézők, ezért mi is a sárga trikót választottuk mintaként. Szerintem hozzá. Hát akkor kezdtem. Én azt gondolom, hogy egy picit vonuljunk háttérbe, hiszen nem mi leszünk most a főszereplők. És ugye, ha már említetted a főszponzorokat, akkor én át is adnám a szót, hogy be tudjad mutatni, hogy a sárga mez, illetőleg a többiek milyen logót viselnek, illetőleg még egy apró érdekességet hadd mondjak el a ideig megkülönböztető mezekről, hogy nem csak a színekben különböznek a korábbiaktól, hanem minden egyes cél, illetőleg rajtvárosnak egy apró kis jellegzetessége is megtalálható a mezeken, de most már legyen tiéd a szó. Igen, azért ezt bár nem hiszem, hogy a lányok jól viselnék, ha valaki egészen közelről nézi meg a meza anyamatát, de ha valaki esetleg vásárol majd ilyen mezt magának, hogy megnézi az interneten a meza anyamatát, minden város, rajt és szélvárosnak egy nevezetessége van rányomva a mezre. Nagyon különleges grafikai munka volt ez is, mint sok minden más a tulajdonosi életében. Tehát akkor kezdjük a sárgával, hiszen minden versenyen a figyelem, a nagy figyelem a versenyben vezetőre irányul, tehát a Tour d'Angers ebben az évben a versenyben vezető trikót, a sárga trikót az Aktív Magyarország logója díszíti. Ugye az összetett verseny ezért a sárga trikóért megy, mindenki ezt akar elérni, de azért lehetőséget nyújtunk a verseny során olyan versenyzőknek is, akik nem pont a sárga trikóért hajtanak, hanem mondjuk jól sprintelnek, vagy jól mennek hegyre, vagy bármi más különleges képességgel bírnak. Ezért három külön versenyt hirdetünk meg a Tour d'Angers során. Ezek közül a legjobb sprinternek, tehát a leggyorsabbnak járom ez a zöld trikó, amelyen a Skoda és a Europcar logója szerepel. Magyarország nem a nagy hegyeiről híres, de azért vannak komoly emelkedők. Ugye kezdődik rögtön a verseny a Pilisben, majd fölírjunk a végén Kékestetőre, meg a Bükköt is megmásszuk. Szóval lesznek komoly emelkedők, ezért azt gondoltuk, hogy idén is külön díjaznunk kell a legjobb hegyi versenyzőt, a legjobb hegyi menő piros trikóját, ebben az évben a Cofidis logója díszíti. Különös jelentőséggel bír ebben az évben egy ilyen fantasztikusan nehéz mezőnyben, amikor 5 World Tour és 8 Pro Team érkezik Magyarországra, hogy hogy milyen is lesz és kin fog feszülni a legjobb magyar díszítő mez, hiszen azt gondolom, hogy attól tartok, hogy szükség lesz arra, hogy a legjobb magyart megkülönböztessük a verseny során, hogy az elmúlt évben hatalmas küzdelem volt ezért. Ebben az évben a fehér trikót, a Magyar Közút és a Bringa Sport, a Magyar Kerékpáros Szövetség logója díszíti. Ezek voltak tehát az idei megkülönböztető mezek. Köszönjük szépen Eisenkrammer Károly főszervezőnek, hogy segítségemre volt ezekben a nehéz percekben, amikor köszönöm. Ilyen komoly dolgokról kellett beszélni. Viszont eljöttek most már a főszereplők is, úgyhogy én egy kicsit háttérbe vonulok, hiszen nem az enyém lesz most már a pást. És elkezdeném rögtön egy osztrák kontinentális csapattal, aki nem más, mint a Team Vorarlberg Szantik!
181-essel Roland Talman, 182-essel Colin Stüssi, 183-assal Alexis Gerin, 184-essel Lukas Meiler, 185-össel Maximilian Kuhn, 186-ossal Martin Meiler, a csapatvezetőjük pedig Werner Salmen. Két hegyi menő is van a csapatban, Stüssi a szebeni kör ezüstérmese, Kuhn pedig a 2015-ös Tour de Hongrie összetett 9. helyén végzett. Elsődleges céljuk lehet talán egy szökésből egy szakasz győzelem megszerzése. Tehát akkor még egyszer, Team Vorarlberg Santik! Thank you. Másodikként szintén egy kontinentális csapatot fogok a színpadra szólítani, mégpedig a román illetőségű Giotti Victoria Savini Duet! ...171-essel Filutás Viktor, 172-essel Szarka Gergely, 173-assal Andrea Gardini, 174-essel Emil Dima, 175-össel Johan Zsitaro, csapat vezetőjük pedig Gabriele Di Francesco. Amit tudni kell róluk, hogy a csapat egyik legnagyobb sztárja Gardini, aki szakaszt is nyert a Giro d'Italián. Nekünk azonban a két magyar bajnok a legnagyobb sztár, akik idén együtt hajtanak a Giotti Victoria sikereiért. Az elmúlt két esztendő magyar bajnokáról beszélünk. Néhány nappal ezelőtt Filutás Viktor mondhatni könnyedén behúzta a győzelmet mádon. Ezért feszül rajta most a magyar bajnoki mez. Tehát akkor még egyszer Giotti Victoria Savini Due! Köszönjük szépen! Harmadiként szintén egy kontinentális csapat fog érkezni, az Adria Mobil! ...161-essel Janez Brajkovic, 162-essel Marco Kum, 163-assal Krisztián Hocevár, 164-essel Gasper Katrasnik, 165-össel David Per, 166-assal Zsiga Horvát, csapat vezetőjük pedig Branko Filip. A szlovén csapat erejét mutatja, hogy 5 évvel ezelőtt még egy bizonyos Primoz Roglic is a soraikban tekert. A legnagyobb név egyértelműen Janez Brajkovic, aki nyert már Dauphinét, és volt összetett 9. a Tour de France-on, korábban Bradley Wiggins segítője volt. Idén még nem sok versenyen tudtak indulni, úgyhogy minden bizonnyal ki vannak éhezve a sikerre. Hát még egyszer, Adria Mobil! Egy cseh kontinentális csapatot fogok a színpadra szólítani, az Elkov Kaspert! 191-essel Jan Bárta, 192-essel Karel Hnik, 193-assal Alois Kankowski, 194-essel Michael Kukrle, 195-össel Mihály Schlegel, 196-ossal Adam Tupalik, csapat vezetőjük pedig Vladimir Vavra. A tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése volt ugye az Elkov, amit Hajdú Szoboszlón művelt, szerintem aki látta, sose felejti el. Profi csapatokkal tele tűzdelt mezőnyben lenyűgöző felvezetéssel nyerették meg a szakaszt Kankowskival. Idén ismét megpróbálhatják, hiszen lesz ott befutó. Ráadásul itt van velük a 2020-as cseh bajnok Adam Tupalik is, aki legyőzte a verhetetlennek itt Zdenek Stibárt. Tehát akkor még egyszer, Elkov Kasper! Ötödikként egy újabb kontinentális csapat fog érkezni, a Team Novák!
151-essel, Novák Ede, 152-es rajtszámmal Vermeszer Zsombor, 153-assal Jegor Gyementyev, 154-essel Simone Szánó, 155-össel Rózsa Balázs, 156-ossal Szentpéteri András. Csapat vezetőjük ebben a pillanatban pedig Sebestyén Szabolcs. A Team Novák már szinte hazajár a Tour de Hongrira, ráadásul a paralimpiai bajnok Novák Ede immáron 5. alkalommal szerepel a magyar körön. De nem csak ő az egyetlen parasportoló, rajta kívül még 2 versenyzőt kell kiemelni, Gyementyevet, illetőleg Zsombort. Ráadásul a tokiói paralimpia egyik legnagyobb esélyese lehet Vermeszer Zsombor 2021-ben. A csapat egyre több magyar versenyzőt is foglalkoztat, közülük is kiemelendő a több külföldi egyesületben is megfordult 2014-es magyar bajnok, Rózsa Balázs. Tehát akkor még egyszer, Team Novák! Mielőtt a további csapatokat színpadra szólítom, kérem fogadják szeretettel budapesti emlékeinket az elmúlt 15 esztendő fővárosban rendezett futamaiból. A bejátszás után pedig felkérném Karácsony Gergely főpolgármester urat, hogy budapesti kerékpárosként is köszöntse a Tour de Hongrie mezőnyét. Kérem tehát Karácsony Gergely főpolgármester urat, hogy mondja el köszöntőjét a Tour de Hongrie mezőnyének, illetőleg az eseménynek. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a versenyzőket, a szervezőket, az érdeklődőket. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek, és azért különösen hálás vagyok, hogy még senki nem kérdezte meg, hogy biciklivel jöttem-e. Nagy bringás vagyok, de öltönyben azért viszonylag ritkán szoktam bringára pattanni. Láttuk az elmúlt évek bejátszásait, a gyönyörű budapesti helyszíneket, és bár tudjuk, hogy az idei verseny Magyarország más szép pontjait mutatja a világnak, de remélem, hogy a következő években Budapesten is köszönhetjük majd ezt a versenyt. Hemingwaynek van egy szép mondata arról, hogy igazából az érti meg a tájat, aki átkerékpározik rajta, mert neki kell minden emelkedőn és lejtőn átküzdenie magát. Nyilván a versenyzők nem a táj szépségeivel lesznek elfoglalva valószínűleg, de az a sok millió ember, aki nézi majd a versenyt, remélhetőleg megcsodálhatja Magyarország gyönyörű tájait. És hogyha úgy lesz, ahogy szeretnénk, és jövőre Budapesten is áthalad majd a verseny, akkor talán nem csak a sport szeretet, hanem a kerékpározás elfogadását is tudjuk közösen erősíteni, hiszen ne felejtsük el, hogy egy valódi bringás forradalom van Budapesten és a világ minden nagyvárosában, hiszen ahogy minden rosszban van valami jó, a járvány nagyon sokakat rávett arra, hogy a közlekedésnek ezt a rendkívül egyszerű, azonban rendkívül hatékony és egészséges módját válasszák. Úgyhogy köszönöm a szervezőknek, hogy itt lehettem vendégként, hiszen ma éppen a mostani versenyben Budapest nem szerepel, de Budapest elkötelezett abban, hogy visszacsalogassa ezt a versenyt városunk szép útjaira és tereire.
A versenyzőknek sok sikert, a szervezőknek jó munkát, a szurkolóknak pedig jó szórakozást kívánok. Nagyon köszönjük főpolgármester úr bíztató szavait. Nem csak ő, hanem szerintem egy egész ország izgul azért, hogy jövőre újra Budapesten láthassuk majd a kerékpáros mezőnyt. No, de akkor menjünk tovább újabb 5 csapattal. Mégpedig egy szívünkhöz nagyon közel álló csapattal fogom folytatni. Szólítom a színpadra a Kometa Xtra Cycling Team csapatát! Egyes rajtszámmal Dina Márton, 22-essel Ricardo Verza, 23-assal Giacomo Garavaglia, 24-essel Matthias Larsen, 25-össel Arturo Gravalos, 26-ossal Diego Pablo Sevilla. Csapat vezetőjük pedig Jesús Hernández. A jövő évtől már ProTeam kategóriába kerülő csapatból sajnálatos módon hiányzik a pár hete balesetet szenvedett Vetter Erik, pedig igazán megérdemelte volna a lehetőséget. Így viszont a tavalyi második helyezetnek Dina Marcinak kell ismét bizonyítania. Tavaly még nem volt kimondva, sőt, ő maga inkább azt mondta, hogy segítőként jött a Tour de Hongrira, aztán jött Kékestető és minden megváltozott. A tavalyi és idei eredményei alapján azonban most már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ő a Kometa Xtra Cycling Team első számú versenyzője. Úgyhogy nagy tapsot még egyszer a Kometa Xtra Cycling Teamnek! No, de nem csak egyesületek vannak a 2020-as Tour de Hongrin. Szólítom a színpadra a magyar válogatottat! ...31-essel Karl Ádám, 32-essel Dina Dániel, 33-assal Orosz Gergő, 34-essel Islüstekker Zsolt, 35-össel Szatmári András, 36-os Palumbi Zsombor, csapat vezetőjük pedig Dér Zsolt. A magyar válogatott egészen változatos kerettel érkezett, ugyanis 2 bivajerős mountain bike-os is benne van a keretben, Szatmári Andris és Palumbi Zsombor, ami a hegyi szakaszokon kifejezetten ideális lehet a válogatottnak. De ne feledkezzünk meg az idei OB második helyezettjéről, Dina Dánielről, vagy éppen a kiváló kerekes Karl Ádámról se, aki jótékonyságból idén 16-szor feltekert dobogókőre egymás után. Az első szakasz várhatóan neki nem lesz túlzottan nagy meglepetés. Még egyszer, tehát hatalmas tapsot a magyar válogatottnak! És akkor egy picit váltunk most már kategóriát, vagyis inkább mondhatnám azt, hogy szintet, hiszen először a felsorolásban egy ProTeam következik, mégpedig egy belga csapat, Bingoal Valloni Brüsszel! ...121-essel Laurence Huys, 122-essel Julien Mortier, 123-assal Axel Nommela, 124-essel Lawrence Rex, 125-össel Franklin Six, 126-ossal Boris Vallée,
csapat vezetőjük, Jean-Denis Van den Broek. Ahogy már említettem az előbb, az első Pro Team a belga csapat a sorban. Az idei évük eddig még nem sikerült a legfényesebben. Apróbb sikerekként közepes erősségű egynapos versenyeken értek el jobb eredményt. A csapat egyik legjobbja, Boris Vallée, hatodik lett még a vírus előtt a Jean-Pierre Montserrat nagydíjon. A többiek egyelőre még keresik a jó formát, de egy belga csapatnál sosem lehet tudni, hogy milyen eredményt fognak elérni egy többnapos versenyen. Még egyszer, tehát hatalmas tapsot! Bingual Valloni Brüsszel! A felsorolásban egy újabb Pro Team következik, mégpedig egy norvég csapat, Uno X Pro Cycling Team! Száztizenegyessel Markus Hulgaard, 112-essel Thorstein Train, 113-assal Christian Kulset, 114-essel Torjus Slin, 115-össel Jonas Abrahamsen, 116-ossal Erlend Bikra, csapat vezetőjük Leonard Snooks. A norvég csapat sem tudott túl sokat menni idén a vírus miatt, viszont azt igyekezték maximálisan kihasználni. A 116-os rajtszámú Erlend Blikra a szezon elején a rodoszi nagydíjat megnyerte, majd a rodoszi körön elcsípett egy szakasz második helyet is. A legfrissebb siker pedig a csapat egyik legjobbjának nevéhez fűződik, Markus Hulgaard harmadik lett a cseh körön néhány hete. Rájuk is érdemes lesz figyelni, bár ők azért nincsenek ilyen meleghez szokva, mint ami nálunk előfordul. Ez látszott is a fiatalok mozgásán, hogy jöttek fel a színpadra. De egy hatalmas tapsot kérnék tehát az Uno X Pro Cycling Teamnek! És akkor egy újabb Pro Team érkezik a színpadra. A Vinizabu KTM! Ugyan nincsen itt mindenki, de az összes nevet elsorolom. 81-essel Riccardo Stacchiotti, 82-essel James Mitri, 83-assal Roberto González, 84-essel Leonardo Tortomasi, 85-össel Veiko Stojnic, 86-ossal Francesco Manuel Bongiorno, csapat vezetőjük Thomas Hill. A Vinizabu KTM is visszatérő vendég a Tour de Hongrin. A legnagyobb név a mostani keretben Francesco Manuel Bongiorno, aki volt már szakasz második, illetőleg szakasz harmadik helyezett is a Giro d'Italián, de itt van velük a kétszeres szerb időfutambajnok Veiko Stojnic is, és Stacchiotti is többször megfordult már a Giro d'Italián. Vagyis nem gyenge kerettel érkeztek az olaszok idén sem, bár 2020-ban nem jött el velük legnagyobb sztárjuk Giovanni Visconti. Leginkább a szakaszgyőzelemért próbálkozhatnak, úgy tűnik, hogy az összetetre most nem lesznek annyira veszélyesek. Még egyszer tehát nagy tapsot a Vinizabu KTM-nek! A csapatok további színpadra állítása előtt egy újabb köszöntőt hallhatunk Menczer Tamás államtitkár úrtól, aki tavaly személyesen is átélhette az élményt Esztergomban.
korábbi sport újságíróként pedig nagyon jól tudja, hogy mekkora kihívás az ötnapos megmérettetés. Felkérem tehát Vencer Tamás urat, a Külgazdaság és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkárát, hogy üdvözölje a magyar kört és az induló csapatokat. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, elsősorban azért, mert végre arról beszélhetünk, hogy valamit, nevezetesen a Tour de Hongrit meg tudjuk rendezni és megrendezzük, és nem arról kell beszélnünk, hogy valami elmarad, valamit le kell mondani. A koronavírus nyilvánvalóan egészen felforgatta az életünket. Ha az elmúlt hónapokra gondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy sok minden van már mögöttünk. Én attól tartok, hogy még nagyon sok minden van előttünk is, és legyünk őszinték, az emberek félnek, van, aki inkább az egészségét félti, van, aki inkább a munkahelyét, az anyagi helyzetét, és a magyar kormány az elmúlt időszakban a magyar emberekkel összefogva ezekre a kihívásokra adott válaszokat, és ugyanígy a jövőben is ezekre a kihívásokra fog válaszokat adni. Kicsit hasonlít a koronavírus elleni védekezés a kerékpár versenyhez. Itt is vannak szakaszok. Az első szakaszban, illetve az első szakaszt Magyarország sikerrel zárta. Sajnos ez még nem az utolsó volt, de az, hogy az első szakaszt sikerrel zártuk, azt teszi lehetővé azt, hogy például ezt a kerékpár versenyt ezt meg tudjuk rendezni. A magyarországi számok a nyár elején is sokkal jobbak voltak, mint számos európai ország adatai, és most a nyár végén is sokkal jobbak, mint számos európai, akár számos nyugat-európai ország adatai, számai. Persze, nekünk is nagyon oda kell figyelni, ez kétségtelenül igaz. Ezzel a versennyel, tisztelt hölgyeim és uraim, a Tour de Hongrival szerintem legalább három dolgot üzenünk, mutatunk a világnak. Az első az, hogy Magyarország egy biztonságos ország, mindenképpen biztonságosabb, mint számos más európai ország. A második az, hogy Magyarország milyen gyönyörű. 80 országban, talán legalább 80 országban lesz tévé közvetítés, tévé összefoglaló erről a versenyről, tehát rendkívül sokan láthatják majd a szép magyar tájakat. Ez kiváló országimázs. Reméljük, ezek a nézők meg is jegyzik majd azt, hogy Magyarország milyen szép, és majd egyszer, reméljük minél előbb, ha a vírushelyzet és a magyar szabályozások ezt lehetővé teszik, akkor el is látogatnak hozzánk. A harmadik dolog pedig, amit ezzel a versennyel üzenünk és mutatunk a világnak, az az, hogy Magyarország egy sportbarát ország, a magyar kormány pedig egy sportbarát kormány. Számos okot lehetne sorolni arra, hogy a magyar kormány miért támogatja a sportot. Én csak egyet szeretnék most kiemelni, ami nekem, ahogyan elhangzott, mint korábbi sportriporternek, sportújságírónak, amatőr sportolónak különösen is fontos, ez az, hogyha sportolsz, ha valaki sportol, akkor mindenképpen több lesz, mint korábban volt. A sport során tanulunk, tanulni lehet, és a sportolóktól tanulni lehet, sőt, tanulni is kell. Én magam, amikor a kerékpár versenyeket nézem, akkor leginkább csodálattal adózom a versenyzők kitartása miatt, amikor nézem, hogy a sokadik kilométernél is különböző nehéz időjárási és terepviszonyok között tekernek, visszanéznek az ellenfélre, és még egy lapáttal rátesznek, elképesztő ez a kitartás, megsüvegelendő, és mindenképpen olyan, amit érdemes megtanulnunk ezektől a versenyzőktől. Természetesen a 16 magyarért fog a mi szívünk különösebben, vagy még inkább dobogni, de mindenkinek sikeres versenyt, eredményes versenyt kívánok, a nézőknek pedig persze a biztonsági szabályok betartása mellett jó szórakozást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, államtitkár úr, szavait. Reméljük, hogy a hét során, vagyis hát az öt nap során ismét vendégül láthatjuk majd valamelyik szakaszon. De folytassuk tovább a sort egy újabb proteinmel. Ez pedig nem lesz más, mint a belga Sport Flanderen Baloise! Thank you.
131-essel Sander de Pestel, 132-essel Gilles de Wilde, 133-assal Julian Mertens, 134-essel Emil Plankart, 135-ösel Fabio van den Bossche, 136-ossal Sasha Vémász, csapat vezetőjük Hans de Klerk. A belgák a legfiatalabb sorukkal érkeztek a Tour de Hongrie-ra, a legidősebb versenyzőjük a 23 esztendős Emil Plankart. Igazán nagy eredményekkel nem büszkélkedhetnek, de itt van a 2018-as U23-as belga időfutam bajnok Sasha Vémász. A fiatalok várhatóan a szakasz győzelemért hajtanak majd egy esetleges szökés végén. Az összetettbe várhatóan ők sem fognak tudni majd beleszólni, de hát egy belga csapatnál, mint már említettem volt korábban, ezt sosem lehet tudni. Még egyszer tehát nagy tapsot a Sport Flanderen Baloásznak! Következzen a felsorolásban egy újabb pro team. Team Novo Nordisk! Hetvenegyessel Kusztor Péter! 72-essel Charles Plané, 73-assal Andrea Peron, 74-es Jonas Hentala, 75-ös Samuel Brand, 76-os David Lozano, csapat vezetőjük Massimo Podenzana. A nemzetközi mezőny egyetlen olyan csapata, amelyben csak cukorbeteg versenyzők állnak rajthoz. Első számú emberük pedig az a Kusztor Péter lesz, aki az utóbbi időben egészen kiváló formában lendült. A nemrég befejeződött nehéz terepen zajló Tour de Limousinon 19. helyezést ért el. De a vírus előtt a rodoszi körön is 10. lett összetettben. A kétszeres magyar bajnok mellett kiváló csapattársak vannak, például a finn bajnoki második Jonas Hentala, vagy a sprintben is időfutamon erős Charles Plané. Így a szakaszgyőzelem, de még akár az összetett is cél lehet az amerikai csapatnál, ha jól kijön a lépés, és marad a kiváló forma. Tehát akkor még egyszer nagy tapsot, Team Novo Nordisk! Egy újabb pro teammel megyünk tovább. Ők viszonylag sokan vannak ebben a mezőnyben, hála a jó Istennek. Egy olaszszal, Androni Giocattoli Sidermec! Itt sem teljes a létszám, de természetesen az összes nevet el fogom mondani. 91-essel Pelikán János! 92-essel Alessandro Bissolti! 93-assal Luca Pacioni! 94-essel Josip Rumacs! 95-össel Kevin Rivera! 96-ossal Mattia Ville! Csapat vezetőjük Gianpaolo Ceula! Az Androni az idei esztendőben nem hozta el az állandó eredmény szállítóját, Manuel Bellettit, aki 2018-ban nyerte az összetettet, tavaly pedig a csodás környezetben lévő esztergomi befutót nyerte meg viszonylag könnyedén. Ezúttal a csapat új szerzeményén, a most debütáló Pelikán Jánoson lehet az ország szeme, hiszen nála jobban ebből a hatosból senki nem ismeri a magyar utakat. A hegyeken várhatóan Kevin Rivera érhet oda a legjobbak közé, de a horvát bajnoki aranyérem halmozót sem írhatjuk le, Josip Rumacsot. Az olaszok tehát idén sem lesznek gyengék, akár még az összetett győzelem is reális cél lehet számukra. Még egyszer nagy tapsot tehát Androni Giocattoli Sidermec!
természetesen nem maradunk újabb protím nélkül. A színpadra szólítom, Alpecin Phoenix! Száz egyes rajtszámmal Nils van de Poot, 102-essel Antoine Benoit, 103-assal Marcel Meissen, 104-essel Loris Rouillet, 105-össel David van der Poel, 106-ossal Dieter Schwek, csapat vezetőjük Michel Cornelis. Az Alpecin Phoenix-szel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az utolsó pillanatig reménykedtünk abban, hogy a csapat legnagyobb sztárja Mathieu van der Poel itt lesz, de sajnos neki egy gyengébb versenyt választottak. Így sem maradunk azonban van der Poel nélkül, hiszen a bátyja itt teker most a csapatban. Ha nem is váratunk tőle akkora tűzi játékot, mint testvérétől, az Alpecin Phoenix biztosan ott lesz a legjobbak között. Már csak azért is, mert az aktuális német bajnok Marcel Meissen is a belga csapatot erősíti, ő pedig nemrég a legyőzhetetlennek hit Pascal Ackermannt verte meg a sprintbefutón. A szakaszgyőzelem szinte garantált az Alpecinnek. Még egyszer nagy tapsot tehát, Alpecin Phoenix! És akkor jöjjön egy olyan nemzetiségű csapat, ami még eddig nem volt, de szintén protím. Kahar Ural Seguros! Egyelőre fokhíjas a csapat, de természetesen a holnapi rajtra már maximálisan ki fognak egészülni, csak mint megtudtuk, 7 órakor száll le a gépük. Minden esetre 141-essel Jon Aberasturi, 142-essel Joyan Garcia, 143-assal Alejandro Osorio, 144-essel Cristian Rodriguez, 145-össel Carmelo Urbano, 146-ossal Xavier Canellas, csapatvezetőjük pedig Ruben Martinez lesz. Az újraindult szezonban kiváló formában teker Jon Aberasturi, aki több egynaposon ért el kiváló top 10-es eredményt nagy nevek között, illetve szakaszokon is odafért a legjobb háromba. Egyértelmű céljuk lehet a szakaszgyőzelem, leginkább a sprint befutóknál lehet számítani a spanyol csapat sikerére. Egészen biztosan aktívak lesznek a verseny során, érdemes lesz rájuk is odafigyelni. Talán az összetetben nem fognak beleszólni, de a magyar körön bármi megtörténhet. Tehát akkor még egyszer nagy tapsot, Kahar Ural Seguros! Most már csak 5 csapat van hátra, ezek pedig a legmagasan jegyzettebb ligából érkeznek, azaz a World Tour csapatok. De mielőtt még eljutnánk oda, felkérném Révész Máriusz urat, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, akinek tényleg rengeteget köszönhet a Tour de Hongrie, hogy ossza meg velünk gondolatait az idei esztendő kerékpáros változásaival kapcsolatosan, és köszöntse a csapatokat. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az itt jelenlévő nézőket és a csapatokat is. El kell mondjam, hogy amikor 5 évvel ezelőtt Eisenkramer Károly megkeresett és felvetette azt a gondolatot, hogy újra kellene indítani a Tour de Hongrie-t, akkor nem hittem volna, hogy 5 év alatt ide fogunk érkezni. Hatalmas utat jártunk be, és most tényleg egy olyan verseny előtt vagyunk, ami a világ bármely részén büszkeséggel töltené el az országot. Elég belegondolni abba, hogy a Tour de France után fogja közvetíteni az Eurosport, holnap-holnap után, szombat-vasárnap, de ezt hagyjám, hogyha egy felületes néző nézi a Tour de Hongrie-t a Tour de France után, az se biztos, hogy észre fogja venni, hogy itt egy másik versenyt néz. Azért nem biztos, hogy észreveszi, mert itt is van 5 World Tour csapat, és nagyon könnyen lehet, hogy a Tour de Hongrie-t pontosan olyan csapatok fogják felvezetni, mint akik egyébként a Tour de France-on is vezetik a kerékpáros mezőnyt. Hátborzongató belegondolni ebbe, hogy eljutottunk oda, hogy a Tour de Hongrie-n 23 olyan versenyző szerepel,
akik egyébként mentek már 3 hetes körversenyen. 3 hetes körverseny ugye a Tour de France, a Giro és a Vuelta, tehát 23 olyan kerékpár versenyző van itt most a mezőnyben, akik már ilyen nagy 3 hetes versenyt túléltek, illetve ezen versenyeztek. És van egy nagyon-nagyon fontos célja a Tour de Hongrinak, mégpedig az, hogy szeretnénk, és ezt menet közben tűztük ki, szeretnénk a következő esztendőtől Pro Series verseny lenni. Ennek az a feltétele, hogy most így hallottam a szervezőktől, hogy 11 olyan csapatot kell indítani, akik vagy World Tour csapatok, vagy prokontinentális csapatok. A versenyszervezőinek gratulálok, mert nem 11, hanem 13 ilyen csapatot szerveztek össze, úgyhogy minden esély megvan, hogyha a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is úgy akarja, akkor a következő esztendőben már akár egy Pro Series, egy magasabb kategóriai verseny is lehet a Tour de Hongrie. Hihetetlen belegondolni abba, hogy több mint 100 országban nézhetik. Ha jól tudom, akkor tavaly 4 földrészen volt követhető a Tour de Hongrie, és ez lehetőséget ad arra, hogy az egész világ megismeri, hogy milyen gyönyörű országban is élünk, milyen szép ország is Magyarország. A versennyel van még egy célunk. Nagyon fontos, hogy vannak nagyszerű kerékpáros versenyzőink, reméljük, hogy az ő szárnybontogatásaikat a Tour de Hongrie az segíteni tudja, de mégis nagyon fontos, hogy a kerékpározás üzenete az eljusson mindenkihez, és abban reménykedünk, hogy a Tour de Hongrie sikeres megszervezése az hozzá fog járulni ahhoz, hogy még többen pattanjanak biciklire Magyarországon, még többen biciklizenek a mindennapokban, még többen kerékpártúrázzanak. És a kormány elfogadta a kormánybiztosságnak azt az előterjesztését, hogy a 2020-21-es esztendőt azt a kerékpározás évének nyilvánította. Nagyon sok kerékpáros programot szeretnénk ebben az időszakban megvalósítani, és a kerékpározás évének a nyitó rendezvénye, az első rendezvénye a Tour de Hongrie, úgyhogy nagyon reménykedem, hogy ez a verseny jól sikerül, nagyon jól fog sikerülni reményeim szerint a kerékpározás éve, és eljutunk oda, hogy egy év múlva sokkal többen fognak a mindennapokban is kerékpárral közlekedni, sokkal többen fognak kerékpártúrázni, és ezzel hozzájárunk, hogy Magyarország egy élhetőbb ország legyen, és addig is pedig drukkoljunk nagyon a 16 magyar versenyzőnek, drukkoljunk ahhoz azért, hogy minél eredményesebben szerepeljenek ezen a versenyen. Hajrá Magyarország, hajrá magyar versenyzők! Nagyon szépen köszönjük kormánybiztos úr szavait. Bízunk benne, hogy minden úgy valósul meg, ahogy ő is prognosztizálta. Hát ahogy már említettem, mielőtt Révész Máriusz urat felkértem a köszöntőire, 5 World Tour csapat fog következni. Gyakorlatilag libabőrös lesz az ember még most is, hogy egy Tour de Hongrie kapcsán 5 World Tour csapatot említhetünk meg. Elsőként érkezzen a Trek Segafredo! Egyes rajtszámmal Will Clark, 52-essel Alex Kirsch, 53-assal Emils Liepins, 54-essel Matteo Moschetti, 55-össel Ryan Mullen, 56-ossal Quinn Simmons, csapat vezetőjük Gregory Rust. Az amerikai gárdában Matteo Moschetti 2 szenzációs győzelemmel indította a szezont, azonban a vírushelyzet megállította a menetelését. A jelenlegi keret egyértelmű célja lehet a szakaszgyőzelmek megszerzése, de talán most itt nincs olyan összetett menőjük, aki a végelszámolásnál akár a top 3-ba is érhet. Bár félszemmel érdemes lesz figyelni a mindössze 19 esztendős Quinn Simmonsra, aki a tavalyi junior világbajnokságon nyerte a mezőny versenyt. Bíztunk benne, hogy Vincenzo Nibali rajthoz áll, de az olasztár most az októberi Giro-ra fókuszál minden idegszálával. Tehát akkor még egyszer nagy tapsot kérnék. Trek Segafredo!
Hát sajnos már csak 4 World Tour csapatot szólíthatok fel a színpadra. Egyre fogynak, de hál' Istennek még 5 napig csodálhatjuk őket. Következzen a Team Jumbo-Visma! ...61-essel Quan Boman, 62-essel Tobias Foss, 63-assal Lennart Hofstede, 64-essel Christopher Harper, 65-essel Bert-Jan Lindemann, 66-ossal Antoine Tolhoog. Az idei év egyelőre messze magasan a holland csapatnak, a Jumbo-Vismának sikerült a legjobban. Ahol elindultak, ott kis túlzással mindig nyertek is. Sajnos a legnagyobb sztároknak itt is más elfoglaltságuk van, de a név kötelez. Quan Boman például a Tour de France felvezető versenyének számító Critérium du Dauphiné-n nyert már szakaszt, Tobias Foss Tour de l'Avenir-t nyert, és összetettben talán az egyik nagy esélyes lehet Antoine Tolhoog, aki svájci körön nyert szakaszt tavaly, idén pedig az egynaposokon villogott Olaszországban. Tehát akkor még egyszer nagy tapsot! Team Jumbo-Visma! Utólag korrigálom magam, csapatvezetőjüket nem mondtam, Sirkjan de Haene. No de a maradék 3 World Tour csapat következik. Következőleg szólítom a Mitchelton Scott csapatát! ...41-essel Caden Groves, 42-essel Alexander Edmondson, 43-assal Luke Durbridge, 44-essel Peák Barnabás, 45-össel Damien Hawson, 46-ossal Alexander Konchev, csapat vezetőjük David McPartland. Az ausztrál csapat nem beszélt félre már az előzetes kommunikációban, egyértelmű céljuként fogalmazták meg az összetett legjobb 3 hely valamelyikét, és kimondott cél a szakasz győzelem a sprintbefutóknál. A szakaszokért Caden Groves fogják helyzetbe hozni a sprinteknél, míg az összetett esélyes náluk Damien Hawson. Mi persze nem feltétlenül értük, hanem inkább Peák Barnabásért fogunk elsősorban szorítani, aki időfutam bajnokként érkezik a Tour de Hongria, amely a második versenye lesz új csapat a színeiben. Nagyon-nagyon-nagyon reméljük, hogy meg tudja ismételni a 2017-es szenzációs összetett második helyezését. Még egyszer, tehát nagy tapsot, Mitchelton Scott! Hát sajnos már csak 2 csapat van hátra, vészesen fogynak a World Tour csapatok is. Következőre szólítanám a színpadra Israel Startup Nation! Egyes rajtszámmal Matteo Badilatti, 2-essel Rudy Barbier, 3-assal Itamar Einhorn, 4-essel Omer Goldstein, 5-össel James Piccoli, 6-ossal Rory Sutherland, csapat vezetőjük pedig Dirk de Mol. Az Israel Startup Nation a tavalyi év címvédőjének a csapata, de sajnos a lett Christ Neilandsnak egy másik túron a francia 3 hetes ellett elfoglaltsága.
Bíztunk benne, hogy idén is eljön, mert nagyon komolyat ment tavaly a győzelemért, de most átadja az esélyt másoknak. Az izraeli csapat összetett esélyese Matteo Badilati lehet, aki a több naposokon általában jól szerepel, bár győzelme az még nincsen. A sprinteken a szezon elején Peter Sagant is verő Rudy Barbierre építhetnek a csapatnál, de az ausztrál Rory Sutherland rutinja is meghatározó lehet, akárcsak az izraeli időfutam bajnok Omer Goldsteiné. Még egyszer tehát nagy tapsot, Israel Startup Nation! Minden jónak egyszer vége szakad, mint ahogy lassan a csapat bemutatónak is. Úgyhogy az utolsó csapathoz jutottunk el. Ez pedig nem más, mint a Team CCC! Tizenegyes rajtszámmal Kamil Gradek! 12-essel Kamil Malecki! 13-assal Jakub Marecko! 14-essel Walter Attila! 15-össel Mihály Paluta! 16-ossal Lukasz Wisniewski! Csapatvezetőjük Gabriele Misaglia. Ugye, ahogy a mondás tartja, polák Wenger Dwabra Tanski, azaz lengyel-magyar két jó barát. Hát ebben bízunk most majd az elkövetkezendő 5 napban, hiszen hivatalosan is kimondhatjuk, hogy a kiváló formában lévő Walter Attiláért fognak dolgozni a csapattársak. Pár év esélyét sem láttuk, hogy egy World Tour csapatnál ez elhangozhat, hát most itt van. A tavalyi év harmadik helyezettje idén szenzációs versenyzéssel 10. helyen ért célba a Grand Piemontén hegyi befutón, így a kékesi utolsó szakasz igazán kedvezhet Attilának. Ez lett a vízválasztó az összetetben, de hát odáig azért természetesen el kell jutni. A sík szakaszokon Jakub Mareckót segíti majd a csapat, de a 2018-as magyar kör második helyezettjére, Kamil Maleckire is oda kell figyelni. Reméljük, hogy a tavalyi bronzot idén sikerül aranyra váltani. Egy biztos, hát ez nem lesz kis feladat. Úgyhogy még egyszer nagy tapsot, Team CCC! Várható volt, hogy valaki végre meg fogja kongatni a harangot, az utolsó World Tour csapatig kellett erre várjunk. Hát szomorúan konstatáljuk, de a 2020-as Tour de Hongrie csapat bemutatójának végére értünk. Én megkérném a csinos hölgyeket a csinos mezeikben, hogy jöjjenek fel ide mellém a színpadra, és együtt búcsúzzunk el a nézőktől. Szóval köszönöm még egyszer a figyelmet a szervezők nevében, és nyugodtan mondhatom, hogy jöjjön ki mindenki szurkolni a megfelelő elővigyázatossággal, ugye maszkviselés, illetőleg távolságtartás, most már teljes mértékben kiegészülünk. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a kordonok, illetőleg az útvonal mellé, és minél hangosabban szurkoljatok, ha ezt kérhetem, hogy ismét tapsolhassunk magyar dobogónak. További szép estét kívánok, a viszontlátásra, a viszonthallásra.